A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, bizonyára egyetértenek velem abban, hogy Székesfehérvár sportja bővelkedik a legendás személyiségekben, egyéniségekben, hiszen közel-távol rengeteg olyan egykori játékosunk van, és jelenlegi játékosunk, aki felkelti a figyelmünket, akiről érdemes beszélni. Most egy kicsit visszamegyünk a múltba, annál is inkább, hiszen az éves küldöttgyűlésen a Magyar Kézilabda Szövetség a székesfehérvári kézilabda egyik ikonikus alakját a magyar kézilabdázásért érdeméremmel tüntette ki, aki nem más, mint Madár Imre. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Tehát a népszerű Pacsi a pályafutása végén, azt hiszem, hogy ez egy megérdemelt elismerés mindenképpen. Ahhoz azonban, hogy ezt a hosszú pályafutást feldolgozzuk, hogy tudjunk róla beszélni, nagyon fontos az indítatás. Annál is inkább, hiszen kecskeméti srácként indultál el a sport irányába, ami egyébként számomra természetes, hiszen édesapád testnevelő tanár volt. Igen, hát nagyon sokat köszönhetek neki, mert már 4 éves korom óta vitt magával minden sporteseményre, és hát beutott a sporttal ezáltal, és hát már nagyon fiatal korban elkezdtem. Először kosárlabdáztam én 1 évet a Gót Iván bácsinál, az a Gót Iván bácsi az itt is volt edző Székesfehérváron a kosárcsapatnál, ő is kecskeméti emberként. Na majd Szabó Miklós nevezetű testnevelő tanár, a Szabó Edinának az édesapja került Kecskemétre. És a sportiskolából, tehát az édesapámtól oda kerültem hozzá. És a Szabó Miklós től tanultam nagyon sok mindent. Például az Esni Sudár Dénes nevezetű játékos társammal tanultunk meg a Szabó Miklósnál esni. Az azt jelentette, hogy az edzés után ott maradtunk homokba, és ő nagyon képzett volt, mert a régi kézilabdás könyvekben is ő mutatta be gyakorlatokat, tehát a Szabó Miklós, és ott egy 1,5-2 órákat minden edzés után tanított minket esni, először a homokba, utána a bitumenen, utána a sarlakon, minden, és annyira megtanított bennünket, hogy amikor már tényleg aktív játékos korunkban, tehát amikor éles mérkőzéseket játszottunk, nagyon kevésszer volt az, hogy megsérültünk, vagy lehorzsoltuk magunkat, meg minden olyan ügyesen megtanultuk tompítani az ütéseket minden, és ez mindig megmarad így a fejembe. Gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy? Hát az Szabó Miklós szerint igen. Annál is inkább, mert egyébként csak hogy visszatérve erre az esés technika megtanulására, azért tudomásul kell venni, hogy egész furcsa pályák voltak, jó néhány helyen akkor még salakos pálya volt, betonpálya, ami ma már azért ritkaság, tehát az a fajta pálya, ami mostanában alapvetés, az ritka volt. És Székesfehérvár, tehát nőttél, nődögéltél, Kecskeméten, ha úgy tetszik, kiteljesedtél, aztán jött egy út, 1967-et írtunk, ami egy nagyon fontos pillanat. Igen, akkor már ugye ifi válogatott lévén a budapesti Honvéd is, ez is történet, Honvéd is rám tett a kezét, és már edzőtáborba kellett mennem a Honvédhoz, mielőtt bevonultam. Ők készültek a Hafjanárdal ellen egy back meccsre. És én ott voltam, mert a Vörösmetorban játszottam Pesten, Kecskemétre jártam föl minden nap edzésre Pestre, és ott játszottam NB1-be, és ott voltam edzésen, mert majd egyszer ugye megkaptam a behívót, és a kecskeméti moziba volt a bevonulás. És kérdezik ott tőlem, hogy ki az a Madár Imre, és akkor mondtam, hogy én vagyok. És akkor ott jött egy vezető, tehát egy katonatiszt magyarul, egy magasrangú katona, azt mondja, üljön be a kocsiba, megyünk Kiskunfélegyházra. Mondom, hát miért megyünk Kiskunfélegyházra? Ne törődjön vele, üljön be. Na, beültem, és akkor Fehérváron kötöttünk ki,
és életemben nem bántam meg soha, én velem csak jót tettek, nem is kellett sokáig, hát minden játékos társam itt volt Fehérváron, tehát jó erre kerültem, együtt voltunk edzőtáborokban, tehát én örök életemben áldom azt az embert, aki kitalálta, hogy én ide kerülök. Mi is áldjuk, megnyugtatlak, annál is inkább, mert akkor is ritka volt a klasszis balkezes. Hát balkezesek azok ritkábbak, igen, ez most a mai pillanatokban is így van. Miként talált meg a poszt? Vagy te találtad meg a posztot, illetve az edzőit? Hát én találtam meg, már olyan értemben az edzőik találták meg, mert igazából elég jó emelkedésem volt, aztán tehát a magasságom most, hogyha nem is volt annyira magas, de a szélsők magassága az képest azért egy kicsit magasabb voltam, meg volt hozzá meg kellő emelkedésem, és így átlövőként foglalkoztak velem. Ez egy legendás időszak volt, itt még a műsor előtt beszélgettünk róla, hogy a Gödörben olyan fantasztikus mérkőzéseket játszottunk, hogy világsztárok sora fordult meg Fehérváron. Nem volt olyan meccs, hogy ne legyen teltház, még a kerítésen kívül is hármas sorokban nézték a szondi meccseket, és ráadásul jogos volt, hiszen egyrészt remekül szerepeltetek folyamatosan, másrészt pedig világklasszisok sora játszott abban az időszakban. Igen, hát itt az ott lévő Magyarországon lévő világklasszisok, azok mind játszottak itt, vagy ellenfélként, de jó páran, tehát kontrapár, csak egy párat említeni. Bartalos Bura Józsi, Bartalos, hát a Bartalos Béla, ő még a mai pillanatig is a No 1, ugye egyértelmű, és hát ő át mögöttünk az azért sokat számított, tehát ezért is az NB1-ben mi 5 évig veretlenek voltunk itt, mert nagyon jó csapatunk volt, ezzel a csodálatos közönséggel, ami egy ilyen 3500 embert jelentett akkor annak idején, és hát mindent megtettünk, lelkünket kitettük azért, hogy sikeresek legyünk, hogy tudjunk mérkőzéseket megnyerni, és ez akkor, abban, és nagyon jó csapatunk volt akkor, amikor ez a bronzérmes csapat volt, akkor ez sikerült. És folyamatos volt, ott voltatok a tabella első felében. Igen. Mindig. Ez azt is jelentette egyik oldalról, hogy a szondi akkori vezetése azért mindent megtett azért, hogy ilyen csapat lehessen. Milyen volt akkoriban a szondiban játszani, hiszen általában katonacsapatnak hiszik a szondit, de ez korán sem volt folyamatosan és végig így. Igen, hát az elejében, tehát az, hogy a szondi és hogy NB1-es csapat lett, azt Harányi György ezredesnek köszönhetik, aki apósom volt, és a mai pillanatig is, tehát a Fehérvár kézilabdások Gyűrűs Lacitól kezdve mindenki, tehát neki dotálják ezt, hogy amikor az főkarolta még a megyei első osztály után a kézilabda csapatot és az ember egyik fővitte, illetve ott is még működött ez a dolog, és hát utána pedig mindig volt olyan, másodikak voltunk, akik az elosztásnál, tehát a Honvéd volt az első, mi voltunk a másodikak. De hát annyi fiatal, tehetséges gyerek volt, hogy ebből azért Fehérvárra is jutott. És Fehérváron viszont annak ide nagyon jó nevelő edzők voltak. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy beszéljünk a mesterekről, hiszen egy kézilabda csapat játékát, taktikáját, technikai megoldásait nagyban meghatározzák az edzők. Hát a legendás gárdai mester, ugye, aki azért, az biztos, hogy a Fehérváron nagyon sokat köszönhetnek játékosok, tehát személy szerint többek közt én is, de a Gyűrűs Lacitól kezdve mindenkit tudom, akivel foglalkozott, tehát azt a kézilabda szeretetet, azt a győzni akarást, amit ő belénk tudott plántálni, az megvolt. Azon kívül azért ténylegesen, amikor már a mester nem csinált, akkor jött a kis Szilárd, vele voltunk bronzérmesek, de hát ugye akkor volt az, hogy mindig változtak a főnökség, illetve már a kézilabda nem volt elsődleges, és a bronzérem után, amikor a kis Szilárd volt, és az utána következő rész, már akkor sajnos akkor következett be az, hogy kiesett a szondi az NB1-ből, és akkor hetelmet újra kellett kezdeni. Ugye folyamatosan nagy népszerűségnek örvendetek, de én emlékszem még rá, hiszen ott álltunk, hogy a Pacsi Bece név az egy csoda volt. Ugye ezt Kecskemétről hoztad magaddal, de én azt hiszem, hogy a székesfehérváriak szeretetét jelzi, hogy mindenki így szólított. Igen, mindenki így szólított.
tanított, még a mai pillanatig is így szól, én azt megtiszteltetésnek veszem, és már lehet, hogy nem is tudom a saját nevemet, mert itt a kézilabdás belkekve, illetve hát ha megyek az utcán minden, akkor azért pacsinak szólítanak legtöbben. Tehát a Szondi szép lassan visszaesett azzal együtt, hogy, és nyilván a kézilabda szakosztály, viszont kell a kékfeje színekről, szívekről is beszélnünk, mert én azt gondolom, hogy szintén volt egy időszak, hogy a MÁV előre, és köszönhető ez több, nagyon sok mindenkinek, de én most kiemelném Dévényi Tibort azért, mert hogy ő indított el, hogy a MÁV előre labdarúgása, illetve a kézilabda is olyan szintet érhessen el, hogy nyilvánvaló, hogy a Gödör után én azt mondom, hogy az akkori Lenin úti pálya, mert az a Lenin úton volt, szintén mindig megtelt nézőkkel, és egy fantasztikus eredménysort mutathattatok be ott is. Én is Dévényi Tiborral kezdtem volna, mert az, hogy a kézilabdát fölkeltették a MÁV előre, az neki köszönhető, egy az egybe, és azon kívül pedig ugye ő kimondottan labdarúgás érzelmű volt, de olyan korrekt és tisztességes módon a kézitet, tehát a többi sportot is ugyanúgy küzdött érte, ment érte, hajt érte, támogatást keresett, mint a saját kedvenc sportágának, tehát ezáltal volt ő akkor nagyon elismert elnök is a MÁV előre. Igen, tehát a MÁV előre pályán azért ott voltak megint csak, tehát jellemző a népszerűségre, hogy ott is megtelt a kézilabda mérkőzésekre a nem csarnok, hanem a betonpálya környéke. Nagyon-nagyon sokan nézték a meccseket. Egész jó volt a közeg, ha úgy tetszik, és remek játékosok. Én ugye a bulókra emlékszem, mindkét buló ott volt, de még nagyon sokan mások, de ott is vezérszerep hárult rád. Igen, hát ott a gárdai mester, amikor ugye a Szondival abba hagytak, átkerült a MÁV előrébe, és a Vince Gyulával mi átmentünk a MÁV előrébe. Ott is voltak nagyon jó, tehát jó játékosok, tehát NB1-es szintű játékosok, gondolok itt a Szente Gyulára, Janicska Tibire, és még többet, nehogy kiadjak valakiket, és ott ugye a gárdai mesterre volt egy nagyon jó Tögli Tibi, még többek között, aztán a Bulók, akit említettél, tehát igazából egy nagyon jó csapatunk volt, és ez a csapat is NB1-re föl is jutott, az NB1-be egy évet ott is tudott lenni, tehát ott is, hogyha ha meg tudják tartani azt a játékos keretet, ami akkor összejött, akkor hosszú távon. De hát tudjuk, hogy a világklasszisok sora játszott a magyar bajnokságban, tehát ez egy fontos időszak volt mindenképpen, tehát a Kovács Peték, a stb. Ez már egy egészen más szint volt bizonyos értelemben, ugyanakkor a MÁV volt a mi szívünk csücske, és ez nem titok semmiképpen sem. Viszont ha már pályafutásodról beszélünk, hiszen rendkívül a Szondi valaha volt legeredményesebb kézilabdázója vagy egyik oldalról, másik oldalról ugye fantasztikus balkezed volt, van, hála Istennek, hiszen itt vagy velünk. A válogatottság, ez fáj ma is? Fáj, azért fáj, mert az az ember, akit most ugye említettünk már egy pár riport volt ez a kétintetés révén, és a Faludi Mihály nevezetű edző volt, illetve a Vasasba védett akkor, amikor ugye úgy megjelent, hogy én dobáltam neki sokat kapura. Tehát a Faludi Mihálynak abban, hogy én nem kerültem csak keretbe, vagy válogatottba, valamilyen része biztos, hogy van. És ez nyilvánvaló fáj, mert az ott játszó játékosok, akik oda annak idején bekerültek, tehát olyan szinten azért én is álltam, mert abból tudom lekövetkeztetni, hogy amikor Kubában volt a hadsereg Spartakiád, és a Honvéd volt elő, akkor a Bartalost, meg engem akartak kivinni a Honvéddel együtt. Tehát nem én találtam ezt ki mindent, tehát én saját magamról soha nem voltam olyan, meg nem is leszek, hogy bármit is ki tudjak jelenteni, mondja más, vagy teljesen mindegy, de én magamról nem. Nyilvánvaló, hogy mindent megtettem annak érdekében, és minden gyereknek, aki elér egy szintet, biztos, hogy az céljának kell, hogy legyen egy nemzeti színekben szerepelni. Nyilván. De juniorba és ifjúságiba nagyon sokszor hallgattam így is a himnusz, tehát selejtezéken részt vettünk. Akkor hadd mondjam, mert tényleg, hogyha a hiányérzetem van, akkor a büszkeségem Moson-Magyaróváron volt egy utánpótlás torna. A
sajnos a Birtalan István most halt meg, a román, a Lazarevics Milán pedig a jugoszlávoknál volt, azokkal, meg a bolgárokkal volt, most a Magyaróváron egy ifjúsági torna, Kende György edző volt az edzőnk, és azt a mi nyertük meg először, és ilyen nevek ellen, mint Orbán Kicsit és Birtalan, az a románoknál volt, azokból lett ugye a világbajnok, meg minden. Tehát ez a sikerélményünk, itt fehérvári gyereket ki ne adjam, mert Fröncska Tibivel ketten voltunk ebben, akik ezt sikerült megnyernünk, és erre mindig, hogyha találkozunk, akkor mindig szívesen emlékezünk. Ugye? Igen, hát ezek csoda pillanatok lehettek, nem kétséges. Készültél a búcsúra? 34 esztendősen búcsúztál el. Én azt gondolom, hogy igen, hiszen edző lettél. Nyilvánvaló, hogy aki magas szinten űz egy sportot, az egyik pillanatról a másikra nem tud elszakadni. Ha nem is tudatosan, de nyilván készült az embert, mert amikor már érezted, hogy idősebb vagy, akkor érezted magadban azt, hogy szeretnél gyerekekkel foglalkozni, és ezáltal meg még olyan sportvezetők voltak, akik azért segítettek abban, hogy amikor én abbahagytam, abban másnap már edzéseket vezettem, minden, úgyhogy az átmenetbe se kellett még gondolkodni már abban, hogy na most mi lesz velem, vagy hogy mint sportember. Igen, világos, de ugye az egy nehéz időszak volt, hiszen akkor született egy olyan döntés, hogy a Szondi, mint ilyen, már mint a kézilabda csapat, illetve több más csapat is megszűnt. A birkózás maradt, meg egy-két más, és lett az Alba Régia KSE. Tehát a semmiből kellett egy új világot felépítenetek. Na erre akkor nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Akkor volt tényleg, amikor én abbahagytam, és megszüntették a Szondit. A Tiszti Klubban volt a bejelentés, itt, és az emberek már jöttek ki, a kézilabdások jöttek ki, már ki is jöttek a Tiszti Klubból, amikor utánuk szaladtam, és azt mondtam, hogy gyertek vissza. Fölhívtam a Gyűrűs Laci barátomat, és mi ketten megszerveztük, hogy a Szondi induljon NB1B-be, ne essen ki, ne szűnjék meg, és szereztünk szponzorokat, hála Istennek sikerült, és úgy tudtunk tovább, mint férfi kézilabdát, úgy tudtuk csinálni. És ez a Gyűrűs Laci barátom, ő is ugye megszállott ebben a dologban, én nekem meg mondja mindig, hogy én meg hülye is vagyok ebben ilyen szempontból, úgyhogy mi gyerekkorunk óta nagyon jó barátok vagyunk, szinte naponként találkozunk egymással, és megszerveztük, megfogadtuk, és azért a NK Hungária is abban alakult, és hát a jelen pillanatban sajnos most volt az a tavalyi év, amikor igazából a férfi szinten megszűnt a csapat, tehát a jogutódja igazából, mert nem a szűnt meg, de hála Istennek azért még van MB2-es kézi csapat, tehát a kézilabda férfi vonala nem szűnt meg. Ez egy akkor nehéz időszak mindenképpen. Hát ez nehéz, igen. Mert... Amikor jövőképet terveztetek, gondoltad volna, hogy egy ilyen, mert nyilván vannak egy fiatalnak álmai, ha elkezd egy sportágat, és kiderül, hogy kellően tehetséges. Voltak álmaid? Ugye a beteljesületlen az mindenképpen a válogatottság, erről már beszéltünk, de az, hogy amikor abba hagyod a pályafutásodat, a sportág közelében maradj, ez terv volt? Terv. Igen, terv volt. Tehát azt tudtam, hogy sportból, tehát ezzel csak kiváltságosan, illetve nem volt annyi lehetőség, hogy főállásban csinálj edzősködést, még akkor kevesebb lehetőség volt, mint a mostani világban már. És ebből munka mellett viszont edzősködni lehetett is. Én a munkát, azt mindig, ezt édesapámtól tanultam, hogy az első az, és a munka mellett, tehát a szabadidőmben, azt meg mindent rááldoztam arra, hogy edzősködhessek. Hol tart ma a magyar kézilabda? Miként látod? Hiszen azt látjuk, hogy az alapsportágnak tekinthető mindenképpen, igen, és egyre inkább azért azt is látjuk, hogy a női és a férfi vonalon is jók vagyunk, nem kiemelkedően erősek, mondhatom, hiszen én a klubcsapatokat kiveszem, hiszen a Győrben, igen, egy magyar játszik, a Fradiban meg talán három vagy négy, de azt hiszem, hogy a vidéki bázisokon ez megerősíthető, hogy a kézilabda továbbra is alapsportág.
Igen, a kézilabda alapsportág. Abban sokat fejlődött a kézilabda, de hogyha ténylegesen ezt folytatjuk a te gondolatmenetedet, akkor azért azokat az embereket, akik nem akarnak, vagy úgy kell nekik könyörögni, hogy kézilabdázzam, ám bár tehetségesek, azokat valahogy ki kéne szűrni, és csak azokat az embereket kéne, akik ténylegesen meghalnak azért, hogy a csapat a közösségéért, a válogatottságért mindent megtegyen. Mert sok olyan ember van, akik tehetségesek, és ilyen nem akar, sokszor látod azt egy meccsen, hogy van ez a csapat, és már ahogy kezdődött az ötödik percbe, akkor már mint aki föladta a mérkőzést, meg minden. Ez régen nem volt. Kevesebb impulzus volt kifelé, ez biztos régen, és akik sportoltak, azok ténylegesen azért sportoltak, hogyha ők nyertek egy mérkőzést, akkor az az öt ember elismerje őket, meg büszke lehet arra, hogy ő mindent megtett azért, hogy győzzön. Most egy-két ember kivételével, inkább nem egy-két, tehát egy-két kivétel az, aki tehetsége alapján sokra többre hivatott lenne, hogyha lenne akaratereje, tudna áldozni azért, hogy ő jobb legyen. A legutóbbi időszakig nyilván a családod egyetértésével segítetted a klubot, ez egyértelmű, de mi minden kell ahhoz a hétköznapokon, hogy számodra is ünnep legyen, hiszen most tiszteletbeli tagként vagy a klub berkein belül, de azt látjuk, hogy a fehérvári kézilabda a régi szintet nem éri el. Ez dolgoztok azon, hogy lehessen ezt változni? Tehát, hogy elinduljon újra egy komolyabb úton? Hát én sajnos, amikor én azt mondtam, hogy 75 éves koromban én ezt a kézilabdát, mert addig, tehát abba fogom hagyni, illetve ez nem azt jelenti, hogy hozzám jön valaki, nem segítek, vagy nem próbálok még segíteni. A jelenlegi állapot szerint én nem nagyon a Cunderba látok fantáziát, mert az alapjaitól kezdve most felépített valamit. Támogatottság kérdése az egész, hogy ő belőlük tud-e lenni valami, vagy nem. Ugye a másikat, ami nálunk megszűnt a felnőtt csapat, meg minden, én azóta ott ugye új vezetőség lesz ott majd, aztán az ő elképzeléseik, az ő eredményességüket, vagy azt nyilvánvalóan az elképzeléseiket sem ismerve, én ott abban a nagy fantáziát nem látok, de a Cunderba, hogyha tudnak maguk mellé állítani egy olyan szponzort, vagy olyan erőt, mert akkor azt mondjuk azért, nézzük meg minden sportba, aki valamilyen szintet elért, meg minden bizonyos erő támogatottság kell. És hogyha neked nincs meg az a kulcsembered, aki a te sportágodat támogatja, akkor abból, igen, a férfi kézilabdának is helye lenne az NB1-be a Fehérváron. Mert a Fehérváron a férfi kézilabdának is vannak hagyományai. Így van. Ha összegezzük a pályafutásodat, elégedett vagy? Mondjuk vegyük ki a válogatottságot, de ezen felül. Elégedett vagyok, mert nagyon sok korrekt, tisztességes emberrel találkoztam, nagyon sok gyereket tudtam nevelni, nagyon sok visszajelzést kapok, nagy öröm, amikor találkozom utcán, Pesten, bárhol, és mindig találkozom emberekkel, és nagyon sok ember karriert futott be, nekem nem sikerült a válogatottság, de nekem azért négy emberem csak válogatott lett, ugye Imre Vilmos, Tombor Csaba, Kis Ákos, aztán Vod Péter nevezetűek, akik itt kezdtek nálam, a pótból szedtem össze az egyiket, a másikat, általad is nagyon tisztelt Tombor Pista bácsihoz, oda mentem, birkózott a kis Tombor Csabi. Azt oda mentem hozzá, és néztem először az eredményeket, tudod, mert én a gyerekeket azért követtem, néztem az eredményeket, látom 8. meg minden. Mondtam neki, Pista bácsi, nagyon jobban voltam be. Pista bácsi, hát ez belőle valami birkózó, nem. A Pista bácsi, hagyja ide, meg az édesapjával is jóban voltam, hagyja ide, mondom, a talán bar keze van, minden lesz kézben. Na,
ideadták, és akkor így a kis tombornak ez a történet. Igen, ezek csoda történtek. Igen. Mindenképpen. Mit kívánhatok én a székesfehérvári sportkedvelők nevében neked és a családodnak? Hát azt, hogy egészségben mindenkinek azt kívánom, egészségben, és nagyon sok fehérvári sportsikert megérve még tudjunk szurkolni Székesfehérvárnak, mert mi ide tartozunk, hála Istennek, és hát még jó pár, mondjuk egy videóton bajnokságot szeretnék még megérni, aztán a női csapatnak is nemzetközi, tehát hogy tudnék kosárlabdára is mondani már, hogy már még érdemli lassan, hogy ne csak a Szolnok nyerjen, hanem egyszer már mi is nyerjünk bajnokságot, megint, tudom, hogy nyertek. Tehát van miért szurkolnom, van mit pótolnom, tehát ezekre el szeretnék járni, és fehérváriként a többi fehérvárival szurkolni. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Erőt, egészséget neked, a családodnak, boldogságot mindannyiatoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a rendkívül népszerű kézilabdás ikon Madár Imre volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.